hátrányos helyzetben. Ladányi János szociológus szerint a tartós munkanélküliség elszegényedéssel, kirekesztéssel jár. Öreg ügyek. Még mindig sokkal több, mint két éve húzódó peres ügy az országban. Sokan trükköznek, hogy enyhébb ítéletet kapjanak. 11. állásbőrze. Akár munkát is találhattak maguknak a pályakezdők a Nyíregyházi Egyetemen. Országos viszonylatban is sok a munkanélküli és a szegregált telepeken élők száma Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről Ladányi János szociológus beszélt nyíregyházi előadásán. A Tudás Presszó elnevezésű rendezvény sorozaton a szakember kiemelte, a tartós munkanélküliség elszegényedéssel, kirekesztéssel jár. Fodrászkodás a Nagyecsedi Csillagpont Szolgáltató Közösségi Házban. Kádárné Erdei Edina fodrász egy két éves uniós programnak köszönhetően dolgozik itt. Ugyanis a Csillagházat az úgynevezett komplex telepprogram révén hozták létre a település romák lakta szegregátumában. A közmunkaprogram keretében dolgozom a házban. Már most november óta egyre többen jönnek, mióta dolgozom itt, előtte is voltak, de azóta is sokan jönnek, fiatalok, idősek, vegyesen. Szerintem nagyon jó közösségépítő hatása van a fodrászoknak. A közösségformálás mellett képzéseken, foglalkoztatási programokban is részt vettek a hátrányos helyzetben élő helyiek. Játszóház és internetklub is működik itt. Szociális tanácsadással segítik a telep lakóit, és a házban még mosási lehetőséget is biztosítanak. A 142 millió forintos finanszírozású program hivatalosan tavaly ért véget, de a helyi önkormányzat hasznosnak tartja, így tovább működteti a szolgáltató központot. Maga ez a program is egyfajta eszköz az önkormányzat tárházában arra, hogy a mély szegénységben élőket valamilyen módon megpróbálja visszaterelni a munkavilágába és visszaterelje a többségi társadalom mindennapos életébe, ami egy rettenetesen nehéz folyamat, meggyőződésem, és azt gondolom, hogy nyilván önmagában egyik programelem sem alkalmas arra, hogy maradéktalanul megoldja ezt a gondot. Nagyecsed, én mondhatom azt gondolom bátran, hogy azon túl, hogy az egyik leghátrányosabb helyzet, az ország leghátrányosabb helyzetű kis térségei közé tartozó település egyike, a mutatóink is bőven rászolgálnak arra, hogy ilyen programokat készítsünk, hiszen mind a roma lakosság aránya, ami 20% körüli 20%-ot meghaladó, és ezen belül pedig a munkanélküliség aránya is közel 20%-os itt Nagyecseden, az aktív korúak körébe ből merítve. Szabolcs-Szatmár Bereg megye az Európai Unió egyik leghátrányosabb térsége. A szegénységben élők és a munkanélküliek száma ebben a régióban az egyik legmagasabb. Erről Ladányi János szociológus hétfőn beszélt Nyíregyházán, aki a Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet és a Tudástársadalom Alapítvány Tudás Presszó programjának a vendége volt. Ladányi szerint a szegénység elsősorban a munkanélküliségből adódik. Körülbelül ugyanannyi munkahely van, mint amennyi a rendszerváltás, mint a rendszerváltás utáni válságnak a mélypontján 1993-ban volt. Na most ez egy nagyon súlyos probléma, mert ugye ez átöröklődik, ez a probléma egyik generációról a másikra, és ma már felnőtt a második, meg a harmadik ilyen tartós mélyszegénységben, tartós kirekesztettségben, tartós munkanélküliségben élő népesség. A hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkózását elsősorban az uniós támogatások segíthetik a jövőben is. Oktatási, foglalkoztatási programokkal működhetnek közre ezekben az önkormányzatok és más civil szervezetek. Még mindig sokkal több, mint két éve húzódó peres ügy az országban. A nyíregyházi törvényszék bírái plusz tárgyalási napok beiktatásával már csökkentették az ilyen ügyek számát. Toma Attila büntető bíró kérdésünkre elmondta, a leggyakrabban azért tart sokáig az ítélet kimondása, mert a vádlottak vagy tanúk nem jelennek meg a tárgyalásokon.
Vádlottak a bíró előtt ezek a felvételek idén januárban készültek. A vádirat szerint a fiatalok még 2013. augusztusában pornográf tartalmú fénykép és videófelvételt készítettek egy 14 éves lányról, a sértettet meg is erőszakolták. Az ügy nem egyszerű emiatt és a fellebbezések miatt is húzódik, igaz, Nyíregyházán első fokon már hoztak ítéletet, de az ügyet most Debrecenben másodfokon tárgyalják. A tapasztalat azt mutatja, a peres ügyek körülbelül kétharmada egy éven belül lezárul, kevesebb mint egyharmada pedig pár hónapon belül akár egy tárgyalással be is fejeződik. Azonban jócskán akadnak olyan ügyek, amelyek akár hosszú évekig elhúzódhatnak. Ezen úgynevezett öreg ügyek csökkentésére hívtak életre egy programot, amelyben a bírák önként vállaltak plusz munkát, hogy a pereket mihamarabb lezárják. A Szolgáltató Bíróság program 2015. május 31-e és 2016. március 31-e közötti két éven túli ügyekkel kapcsolatosan indult, illetőleg tartott. 2015. május 31-én a mintegy 6900 peres ügyünkből 313 volt két éven túli pertartamú. 2016. március 31-én a közelítőleg 6700 peres ügyünkből pedig 190 ilyen hosszabb pertartamú ügy maradt. Toma Attila több mint 20 éve ül a pulpitus mögött. Büntetőbíróként azt tapasztalja, az emberek leleményessége miatt húzódik el a legtöbb ügy, az idő múlása pedig enyhítő körülmény lehet, ezért trükköznek az érintettek. Nagyon sokszor hiányoznak a felek, leginkább a vádlottak, de tanúk is hiányoznak. Nagyon sok a monstre ügy, a több szereplős, több vádlottas, sok tanús ügy, amikor 40-50-100 vádlottal kell a bíróságnak foglalkozni. És hát vannak úgynevezett kiskapuk, trükkök is, amikor védőt cserélnek, és akkor a védő nem tud felkészülni a tárgyalásra. A nyíregyházi törvényszék valamennyi bírája részt vett a programban, hogy ezzel is erősítsék az ítélkezés hatékonyságát, az ügyfelek elégedettségét. Csodák nincsenek, tehát több munkát, csak nagyobb számú tárgyalási nappal, több vállalással lehetett elvégezni. Tulajdonképpen a bírák is átérezték ennek a programnak a fontosságát, és hát egyetért vannak céljaival, mert hát mégiscsak az a dolgunk, hogy időszerűen, hatékonyan és jól dolgozzunk. Hát vállaltuk azt, hogy több tárgyalási nap tűzésével több aktát próbálunk feldolgozni. Ez most úgy tűnik, hogy sikerült is. A programnak köszönhetően az elhúzódó ügyek száma közel 40%-kal csökkent a nyíregyházi törvényszéken. Bár a vasárnapi nyitvatartással kapcsolatosan a kormány meghátrálta az MSZP népszavazási kezdeményezése láttán, a párt tovább folytatja az aláírásgyűjtést, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján a Szocialisták alelnöke. Gőgös Zoltán kiemelte, kíváncsiak az emberek véleményére az állami földeladásokkal és az állami cégek vezetőinek magas fizetésével kapcsolatban. Másrészt nem szeretnék, ha a kormány valamilyen formában napirendre tűzné a vasárnapi nyitvatartás kérdését. 3 évig a kormány ne nyúljon hozzá ehhez az ügyhöz, ugyanis egy sikeres népszavazás végén az elutasított törvényt 3 évig nem hozhatja vissza. Mi most ugyanezt a technikát szeretnénk elérni a parlamenti országgyűlési határozat elfogadásával. Ha ez megtörténik, egyen sok jelen nincsen, szeretném jelezni, akkor mi nem fogjuk kérni az állampolgárok ilyen típusú támogatását, akkor maradunk a két másik kezdeményezésnél, a föld eladással kapcsolatos, illetve az állami vezetői bérplafonnál. Illegális mini üvegházat számoltak fel a rendőrök egy nyíregyházi panelban. A rendőrkapitányság kábítószer birtoklása büntet elkövetésének megalapozott gyanújával folytat eljárást egy 35 éves férfi ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint az interneten rendelt spórákból kábítószernek minősülő hallucinogén tartalmú gombát termesztett lakásában. A rendőrök a házkutatáson a különböző fejlődési stádiumban lévő gombákon kívül a termesztéshez használt eszközöket is lefoglaltak. Egyelőre még vizsgálják, hogy a gyanúsított árulta is, vagy csak fogyasztotta az illegális anyagot. Akár munkát is találhattak maguknak a pályakezdők a Nyíregyházi Egyetem állásbörzéjén. A rendezvényen ugyanis a megye valamennyi nagyvállalata kiállítóstanddal és tényleges állásajánlattal is várta az érdeklődőket.
Az állásbőrzén, az első munkavállaláshoz elengedhetetlen adó tanácsadáson és próbainterjún is részt vehettek a diákok. Több mint 20 cég, a megye valamennyi nagyvállalata, valamint a kormányhivatal és más szervezetek standjai is várták a diákokat, álláskeresőket a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény rektora az állásbőrze megnyitóján kiemelte, a rendezvényen nagy hangsúlyt kap az innováció. Ez a kereslet és kínálatnak a helye, ahol a munkaadók és a munkavállalók egymásra találhatnak. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek egymással. Az innováció pedig azért érdekes, hiszen ezen a piacon az újdonságok is megjelenhetnek. És számunkra azért fontos ez a mai esemény, mert nem egyszerűen csak helyt adunk ki már 11. alkalommal ennek az állásbőrzének, hanem azért is, mert az alkalmazott tudományok egyetemeként a Nyíregyházi Egyetemnek az alapvető küldetése az, hogy a munkaerő piaci igényeket figyelembe vegye. A kiállítók elsősorban a Nyíregyházi Egyetem képzéseihez alkalmazkodva több mint 100 állásajánlattal érkeztek a bőrzére. Középiskolások és egyetemisták egyaránt érdeklődtek a megjelent cégeknél. Másodéves vagyok. Nyíregyházi vagyok, és hát csak nézelődök elsősorban, a programtervező informatikus szakon vagyok, és hát nézelődök, hogy milyen állások vannak itt. Többek között műszaki, pénzügyi és informatikai szakembereket kerestek a kiállító cégek, ennél a standnál pedig a Magyar Honvédség légi járműjavító üzemével ismerkedhettek meg a diákok. Amit elhoztunk, az egy katapultülés, egy repülőgép hatástalanított katapultülése. Egy szimuláció keretében meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek, hogy egyáltalán milyen érzés az egy repülőgép ülésbe ülni. Az állásbőrzén idegen nyelvi teszteket tölthettek ki az érdeklődők, valamint próbainterjún is részt vehettek az egyetemisták. Idén első alkalommal pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai is tanácsokkal látták el a fiatalokat. Igyekszünk tájékoztatni a fiatalokat arról, hogy a pályakezdőknek mire van szükségük ahhoz, hogy a munkába álláskor tudják teljesíteni azokat a kötelezettségeket, amely ugye a járulékfizetési kötelezettséggel, illetve az adófizetési kötelezettségekkel jár. Igyekszünk tájékoztatni arról is a fiatalokat, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyha az adóhivatalhoz, illetve a vám szakterülethez próbálnak csatlakozni. Az állásbőrze már 11 éve fontos szerepet tölt be a nyíregyházi intézmény programjai között. Nem egyszer előfordult már, hogy végzős diákok itt kaptak állás lehetőséget. Volt olyan az elmúlt években, hogy konkrétan itt találtak munkalehetőséget, állást bizonyos személyek, hallgatóink is. Itt kötöttek munkaszerződést is, tehát ha nem is számokban tudjuk lemérni ezeket az eredményeket, de a népszerűségét és a visszajelzéseket illetően úgy gondoljuk, hogy ez megyei szinten is egy kiemelkedő rendezvény. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke Sesták Oszkár kiemelte, az állásbőrze sikere a megye, a térség vállalatai és az egyetem együttműködésének köszönhető. A Degenfeld kastély után a park felújítását is tervezi a Bakta-Lórendházi önkormányzat. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Újabb idegenbeli győzelmet aratott a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttese Bagi két góljának és erős találatának köszönhetően 3-1-re nyert Budaörsön. Hazai sikerrel zárult a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának megyei rangadója. A Mátészalkai MTK 32-25-re verte a Kölcsei díjasét. A Degenfeld kastély után a parkot is felújítanák Bakta-Lórendházán. Most a megfelelő pályázati kiírást keresi a helyi önkormányzat. Az épületet március 15-én nyitották meg a nagy közönség előtt. A legnépszerűbb attrakció az interaktív táncterem a csaknem 500 éves kastélyban. Kaptam egy ruhát is az alkalomhoz illően, csizmát is, és a jobb felső sarokban fogja mutatni, hogy mit kell majd csinálnom, őt kell lesz megpróbálni utánozni, a végén pedig majd csillagokban fogja értékelni, hogy mennyire volt jó a tánc. A visszaszámlálás után pedig indul a palotás. Ezt a táncot is meg lehet tanulni a Degenfeld kastélyban. A virtuális élmény az egyik legizgalmasabb része a felújított múzeumnak. Nem csak a táncokat, hanem a bútorokat és a Degenfeld családot is megismerheti a látogató. Azon a gyászos napon, 1849. szeptember 27-én,
Degenfeld Imre alakját Lux Ádám színművész kelti életre digitálisan. Ebben a szobában pedig 19. századi bútorokat és egy titkos távcsövet látni, amivel állítólag a közeli tóban fürdőző lányokat lehetett meglesni. Csak nem 560 millió forintból újították fel a kastélyt, amit március 15-én adtak át. A fejlesztés nem állt le, most azt tervezik, hogy a parkot is korszerűsítik. Szeretné az önkormányzat az eredetihez hasonló állapotba visszaállítani ezt a parkot, amely nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy az egykori Szabolcs vármegyében, hanem országszerte híres volt, hiszen az egyik kertészét egy érdemrendelés kitüntette Tisza Kálmán. A park a Degenfeld család idején 60 hektáros volt, ebből jelenleg 12 hektár tartozik a kastélyhoz. Most a megfelelő pályázati kiírást keresi az önkormányzat, hogy a szükséges forrást előteremtse a felújításhoz. Nyilvánvalóan szeretnénk a körülötte lévő park fejlesztését megoldani pályázati forrásokból. Erre vannak már ötleteink, elképzeléseink. Várjuk azokat a kiírásokat, amelyek alkalmassá tesznek bennünket arra, hogy erre a célra is pályázzunk. Tehát a legfontosabb a Degenfeld kastély a mi szempontunkból. Nem csak a park, hanem a főtér fejlesztésében is gondolkodik az önkormányzat. A polgármester azt mondta, az úgynevezett területi operatív programban kifejezetten a járási központok számára is különítettek el pénzt, amiből minél többet használna fel Baktaló Lántháza. Egy szolgáltatóházat is felépítenének a közeljövőben a helyi vállalkozások támogatására. Újabb idegenbeli győzelmet aratott a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttese Bagi két góljának és erős találatának köszönhetően 3-1-re nyert Budaörsön. A tabellán negyedik helyen álló várdaiak legközelebb a harmadik helyezett Mezőkövesdet fogadják. A 8. tavaszi fordulóban 6. idegenbeli meccsét játszotta a Kisvárda, és tekintve, hogy az előző 5 találkozón 3 győzelem és 2 döntetlen volt Sós Imre csapatának mérlege, a szintén újonc Budaörs otthonába 3 pontért utazott a dobogóra pályázó együttes. A hazaiak reményeit Bagi 8. percben szerzett gólja kezdte szertefoszlatni, erős 23. percben esett találata pedig magabiztossá tette a vendégelőnyt. A 32. perctől már emberelőnyben is játszott a Kisvárda, amelynek fölénye a 72. percben Bagi fejese után érett góllá. A hajrában ugyan szépítettek a hazaiak, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég, a Várda magabiztosan gyűjtötte be a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy ez egy papírforma győzelem volt, minden elemében sikerült megint az ellenfél fölé nőni, és teljesen megérdemelten nyert a csapat. Elég korán eldőlt ez a mérkőzés, hiszen gyorsan sikerült 2 gólos erőnyre szert tenni, és hát utána pedig egy kiállítás, egy buta kiállítás volt az ellenfél részéről, amivel aztán úgy gondolom, hogy el is dőlt a találkozó. A forduló további eredményei a következők: Vác-Csákvár 2-3, Sziget-Szent Miklós-Soroksár 1-2, Mezőkövesd-Szeged 2-1, Siófok-Ajka 2-1, Dunaújváros-Gyirmót 0-2, Balmazújváros-Szolnok 1-1 és Zalaegerszeg-Sopron 1-0. A tabella élén az 53 pontos Gyirmót áll megelőzve a 42 pontos Zalaegerszeget, a 41 pontos Mezőkövesdet és a 39 pontos Kisvárdát. A következő fordulóban a Mezőkövesd látogat Kisvárdára. Két nagyon jó csapat fog egymásnak feszülni a hétvégén. Nagyon remélem, hogy mi jövünk ki belőle győztesen. Ettől függetlenül a Mezőkövesdnek egy nagyon-nagyon erős kerete van. Meg is látszik, ott vannak a dobogón. Szeretnénk nyerni. A Kisvárda Masztergód Mezőkövesd mérkőzés vasárnap 15 óra 15 perckor kezdődik a Várkerti pályán. Hazai sikerrel zárult a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának megyei rangadója. A Máté Szalkai MTK 32-25-re verte a Kölcsei Déjesét. A nyíregyháziak vereségükkel lecsúsztak a tabella első helyéről a második helyre, míg a szalkaiak a negyedik helyen várják a folytatást. Egy megyei rangadó mindig 3 esélyes, formától függetlenül az esélytelenebb csapat is legyőzheti az esélyesebbet. A listavezetőként Máté Szalkára érkező Kölcsei Déjese szembesülhetett is ennek a tételnek az igazságával. A hazaiak az első félidőben 20 gólt lőttek a mezőn talán legjobban védekező csapatának, miközben a nyíregyháziak mindössze 12 találatra voltak képesek. A második 30 perc már kiegyenlítettebb játékot hozott, a vendégek 1 góllal többet is szereztek a szalkaiaknál, akik végül 7 góllal múlták felül megyebeli riválisukat.
Azt vártuk, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, ugyanis a Kölcsei ugye az első helyen állt. Nagyon-nagyon készültünk, és bíztunk abba, hogy sikerül megoldani. Ugye elég keményen védekezik a hatos falat, tehát nagyon nehéz volt rajta megtalálni a részt, de örülök, hogy sikerült, és hogy ilyen csapatjátékkal tudtunk nyerni. A Kölcsei edzője szerint vereségükben a hiányzók mellett a csapatra nehezedő nyomásnak is nagy szerepe volt. Sajnos csapatom nem tudta feldolgozni a győzelmi kényszert. 15 forduló óta első helyen állunk az NB2-ben, és őszintén meg is nyerhetnénk a bajnokságot, azonban most az utolsó fordulókon már érzem a csapaton, hogy nem igazán tudunk felszabadultan játszani. Tehát most mindig győzni kell, minden meccset nyerni kell ahhoz, hogy az első helyről ne szoruljunk le, és hát őszintén ezt nem tudtuk megoldani, de nyilván ennek vannak okai is, egyéb szakmai okai is. Elsősorban az, hogy nagyon sok sérülésünk, betegségünk volt, szinte nem tudtunk olyan hetet dolgozni, hogy ne lett volna a meghatározó játékosaink közül valaki sérült, úgyhogy így viszont nehéz is oldottan felszabadultan játszani. A Kölcsei DS-e vereségével a tabella második helyére csúszott a szintén 25 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Balmazújváros mögé. A Máté Szalka 20 ponttal a negyedik helyen várja a következő fordulót, amelyben Bőcsön lép pályára. A Kölcsei vasárnap a Balmazújvárost fogadja. Profi pályafutása legnagyobb sikerét érte el Fucsovics Márton azzal, hogy bejutott a barcelonai ATP 500-as torna második fordulójába. A világ ranglistán 212. helyen álló nyíregyházi teniszező a 83. helyezett lett Ernest Gulbist verte 5-7, 6-4, 6-1-re. A 2.152.000 euró özdíjazású salakpályás verseny első körében. Fucsovics a 8 közé jutásért a világranglista 24. helyén álló szerb Viktor Trojcki ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Országos viszonylatban is sok a munkanélküli és a szegregált telepeken élők száma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erről Ladányi János szociológus beszélt nyíregyházi előadásán. A szakember kiemelte, a tartós munkanélküliség elszegényedéssel, kirekesztéssel jár. Még mindig sok a több mint két éve húzódó peres ügy az országban. A nyíregyházi törvényszék bírái plusz tárgyalási napok beiktatásával már csökkentették az ilyen ügyek számát. A leggyakrabban azért tart sokáig az ítélet kimondása, mert a vádlottak vagy tanúk nem jelennek meg a tárgyalásokon. Akár munkát is találhattak maguknak a pályakezdők a Nyíregyházi Egyetem állásbörzéjén. A rendezvényen ugyanis a megye valamennyi nagyvállalata kiállító standdal és tényleges állásajánlattal is várta az érdeklődőket. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 19-én kedden. Friss hírekkel szerda este is jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán napos időre számíthatunk. Száraz, de hűvös levegő áramlik most térségünk fölé, éjjel közepesen felhős időre számíthatunk csapadék nélkül, az északias szelet az éjszaka első felében időnként élénk széllökések kísérik, később mérséklődik a szél, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben gomoly felhős idő várható, több órás napsütéssel kisebb eső, zápor is előfordulhat. Kora estétől fokozatosan mindenütt kiderül az ég, az északnyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik napközben. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön és pénteken többnyire napos, száraz, napközben az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű időben lesz részünk, de csütörtök hajnalban a fagyzúgos völgyekben kevéssel fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Szombattól felhős, vasárnaptól esős, hűvös időre számíthatunk, ami a jövő hét első napjaiban is folytatódik.